tavasszal egyszer megkereste a Caritást, tehát konkrétan minket, egy fiatalasszony, ezzel a problémával, hogy van nekik egy nagy házuk, az édesapjától örökölte, de olyan állapotban van, hogy sajnos használhatatlan, és ők egyedül nem tudják ezt rendbe hozni. És hát akkor így összenéztünk a munkatársammal, mert hogy nekünk azért erre pénzünk nincsen, nincsenek pénzügyi kereteink vagy forrásaink, de azt mondtuk, hogy jó, rendben van, elmegyünk, megnézzük. És akkor elmentünk, megnéztük, kiderült, hogy tele van az egész ház szeméttel, és úgy kezdődött el az egész dolog, hogy ezt a szemetet elkezdtük bezsákolni, aztán sikerült elvitetni gyakorlatilag ingyen több embernek az összefogásával, és aztán szépen lépésről lépésre haladva megszólítottuk festőt, villanyszerelőt, burkolót, és márciusban történt az, hogy ez a fiatal asszony bejött a fogadórára, és december elején beköltöztem a házba. Hát a csoda az az egészben, hogy mindenki igent mondott, úgyhogy ez számomra is egy óriási öröm, mert tényleg azt mutatja, hogy olyan sok mindenre képesek vagyunk, hogyha azt egy picit hozzátesszük a dolgokhoz, ami a mi erőnkből telik, és egy családnak pedig ez a továbbélés lehetőségét adta. A férj nagyon beteg, tehát hogy egy életerős ember volt pár éve, de sajnos már semmilyen fizikai munkát nem végezhet, tehát ez számukra létkérdés volt, ugye pénzük nincsen. Úgyhogy nagyon sokan adtak pénzbeli adományt, és nagyon sokan jöttek segíteni a két kezükkel. A festő jött festeni, a villanyszerelő villanyszerelni, a burkoló burkolni. És aztán a legnagyobb csoda, hogy még a gázt is sikerült bevezetni, úgyhogy most ezen nagyon sokat filoztunk, mert ugye ma bolond az, aki tehát ma mindenki papütésre törekszik, de itt a betegség miatt azt hiszem, hogy ez is egy jó döntés volt, és ez is sikerült. Úgyhogy a karácsonyt már az új házban töltették, és hát... Tehát ez volt a Jézuska ajándék? Ez volt a Jézuska ajándéka, és hát ami még nagyon-nagyon szép, hát ez akik segítettek, azoknak mindenkinek nagy öröm. Tehát ez... Aki csinált már ilyet, az pontosan tudja, hogy milyen nagy öröm adni és segíteni. Akik pedig kapták, azoknak meg azért nagy öröm, mert lendületet kaptak. Tehát a teljes kilátástalanságból most reményt kaptak, és szépen elindulnak az ő kis életükben tovább. Lám-lám a szeretet erre, mire nem képes, mondhatjuk ezt is. Igen, én is így érzem, és nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki segített, és hát különösen az Istennek, hogy ezt lehetővé tette. A mai ünnepségünk az esti szentmisével kezdődött, ebben hálát adtunk ezért, hogy ez sikerült ez a projekt, ilyen csúnya szóval, de hát tulajdonképpen ezt mindenki érti. És aztán pedig itt, hát és a szentmise után régen is tartottak ilyen örömlakomát, most éppen itt vagyunk, és beszélgettünk, és örülünk annak, hogy együtt lehetünk, és megköszöntük minden segítőnek egyenként a segítségét. A legkisebbtől a legnagyobbig, mert minden segítség számított. És az volt még a fantasztikus, hogy mindig pont annyi segítséget kaptunk, amennyire szükség volt. Hálaadásra gyűltünk egybe. A mindenható Istennek megköszönni mindazt, amit nekünk adott. Ezt a szentmisét szeretném felajánlani Nagy Ferencért, a feleségért, Anna Máriáért, Liliért, gyermekükért, felajánlani azokért, akik készek voltak Krisztus szavára, segítő jobbot nyújtani, mindazok, akik meglátták a nehézségben élők kiáltását, meghallották az ő szavukat, meglátták az ő nehézségeiket, és megérezték, hogy tenniük kell. Megköszönjük az Istennek, hogy erőt adott nekünk, képességet és lehetőséget, és így szeretném felajánlani mindezt háladásként mindenható Szent Istenünknek. Igaz és megtisztult szívvel járulhatunk az Isten színe elé, tudva, hogy ő megbocsájt nekünk, kérjük gyengeségeink és bűneinknek bocsánatát szent, irgalmas, szerető Istenünktől. Mi ezt csodaként fogjuk föl, tehát, hogyha álmunkban sem gondoltuk volna, hogy a környezetünkben ilyen emberek élnek. És ezt tiszta szívemből mondom, mert tudtam, hogy élnek
köztünk, meg körülöttünk jó emberek is, de hogy ilyen segítőkészek, meg odaadók, meg önzetlenek, a mai világban ez tényleg csoda. És a legeslegnagyobb tisztelettel megköszönjük mindenkinek. Jó Isten áldja meg minden lépésüket. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek. Az Isten országa olyan, mint amikor egy ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik, és szárba szökken. Maga sem tudja, hogyan. A föld magától hoz termést. Először szárat, aztán kalászt, majd telt szemeket a kalászban. Mikor pedig a termés engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás. Majd folytatta, mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példabeszéddel szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amely amikor elvetik a földbe, kisebb minden más magnál a földön. Mikor azonban elvetik, ki kell, és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak. Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az igét, mert így tudták megérteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik. Ezek az evangélium igéi. Foglaljanak helyet, kedves testvérek! Elmélkedni, keresni az Isten szavának a hozzánk szóló igazságát, ez az egyik nagyon-nagyon fontos keresztény küldetésünk. És némelyik szentírási részlet megértése, az bizony nehézséget is hordozhat magában, mit akart ezzel az Isten számunkra közölni, milyennek az értelme, hogyan magyarázhatjuk, hogyan váltsam én ma ebben a korban valósággá a krisztusi szavakat. Nem mindig egyszerű. De vannak olyan tanítások, amelyekre viszont az ember azt mondja, hogy igen, ezen nincs nagyon mit magyarázni. Nem kell nagyon elmélyülni, nem kell keresni, hogy a mai korban mit jelenthet. Bármit tesztek, egynek is a legkisebbek közül nekem teszitek. Ezen nincs sok elmélkedni való, hanem valósággá váltani való van. Keresztény küldetésünk, hogy észrevegyük a másik embernek a nehézségét, a problémáját, kis dolgokban megpróbáljuk őt megérteni, az ő élethelyzetét, keressük, hogy múlt héten olyan jó kedve volt, ezen a héten olyan szomorú, mi lehet vele? Megkérdezzem. Megpróbáljak ráhangolódni azokra a dolgokra, amik az ő életének a problémái, ami az ő nehézségei. Ha így tudjuk, és nem fölülről nézve, hogy hát ezek a problémák. Volt ma rádióban egy pár percet hallgattam, fiatalok beszéltek arról középiskolásként, hogy hát amikor az általános iskolába jártak, hát az mennyivel másabb volt. És hogy a testvérem a Hugica hazahozza az ötöst, vagy hazahozza a rosszabb jegyet, egészen más. Majd a középiskolába. Ott aztán nehéz. Az egyetemista meg azt mondja, hogy középiskola, mi az egy vizsgaidőszakhoz? Aki már dolgozik, az meg azt mondja, hogy bárcsak egyetemista lehetnék. Mert most mennyire nehéz.
Mindig az az élethelyzet az a nehéz. És bele tudok-e érezni a másiknak a nehézségeibe, ilyen dolgokban, hogy most 4-est vagy 5-öst kapott, együtt tudok-e sírni, vagy együtt tudok vele örülni, és nagy dolgokban észreveszem-e a másik nehézségét, meghallom-e, meglátom-e az ő problémáit, és hiszem-e ezt a mondatot. Bármit is tesztek egynek is a legkisebbek közül, nekem teszitek. Nagyon köszönöm mindazoknak, akik erre a krisztusi szólításra tudtak tenni, és elindultak abba az irányba, hogy valamit segítsünk, valamit tegyünk, az én lehetőségeim és képességeim szerint odaálljak, ahol Krisztus szükséget szenved. Amen.